Esetleg, ha már beálltál? 800 gyermek halt meg, amiatt, mert a szüleik a napon álló kocsiban hagyták őket. Sandini Kops amerikai repülőjárat. Nézd, bután! Nagyon bután! Szilágyi Erzsébet fasorom, itt van az a szájb***szott bicikli út, de komolyan, ez hol jön az autók között az úton, természetesen úgy, hogy még fülhallgató is van a fején. Nehogy meghallja. Nehogy meghallja. Én nem értem, tényleg nem értem ezeket, szeretném megérteni. De nem. Szilágyi Erzsébet fasorom eleve veszélyes a bicikli út is. Igen. Engem azt már ütöttek el. Igen, hát emlékszem. De hát akkor is, hát b***sza meg. Azért csak jobbank biztonságosabb, hát nekem eszembe nem jutna itt. Hát aztán meg kötelező, tehát a párhuzamos közlekedésre alkalmas bicikliságban javaslik volna, fel kell takarodni. Hát erről van szó. Helyzet jelzővel, úristen! Olyan kis mennyiségben mászkázok, például lózom, ez ugye... Jaj, szegény cicus! ...kialakulása során, a légköztörzete során kialakult. Csóró cicus, de szerencsétlen, de ez már régen történt vele. Köszönöm! De nem mész gyorsabban, mint a másik! Hihetetlen! Kéne kihúzni ilyenkor, mikor kijössz valaki elé? Tesó!
Szép reggel! Múlt héten már beszélgettünk arról, hogy kezdődik a körforgalomnak a befejezése, átadása, ami itt a Szentendrei út, illetve az M0-ásnak a csomópontjában van, ami régen sok kellemetlenséget okozott az autósoknak. Ugyanis ez a hely az, ahol ugye az M0-ásról elég nagy forgalom zúdul le, legfőképp az M0-ásról kétfele mennek az emberek, az egyik maga a bevásárlóközpont, a másik pedig a Szentendrei út befele. Így aztán ott indokolt lenne a kettő sáv. Régen ez ugye kettő sávos is volt, és azoknak, akik tudták használni a több sávos körforgalmat, jól működött, viszont többen voltak azok, akik nem tudták használni, ezért elég rosszul működött az a körforgalom. Ezt ugye átalakították egy sávosra, ennek köszönhetően talán még egy kicsit rosszabb lett a helyzet, ugyanis minden egyes délután az M0-ás szépen beállt, egészen a hídnek a első pilléréig. A Szentendrei út az beállt a következő felüljáróig, és nehéz volt kijutni annak, aki az M0-ásra akart fölmenni a bevásárlóközpontból szintén a körforgalom, vagy nehéz volt bejutni a körforgalomba. Na most, ezt megint elkezdték átalakítani, elsőre elég jónak tűnt, hiszen kiszélesítették a sávokat, két sávos lett az, ami a Szentendrei útról az M0-ás fele megy, illetve két sávossá tették azt, ami az M0-ásról lejön, és a Szentendrei út fele jön el, tehát déli irányba. Ez jól is nézett ki, aztán feldobtak lámpákat. Itt van is egy kép egyébként, ezen még nem voltak lámpák, ezen az illusztráción, ez a úgynevezett turbókörforgalom. Aztán, amikor ugye erre jártam, már láttam, hogy vannak gyönyörűséges lámpák. Ezek a lámpák azok, amik ráadásul forgalomfüggő lámpák, még kézikönyvet is, vagy felhasználói útmutatót is adott nekünk a Magyar Közút, hogy hogyan kell ezt használni. A lényege annyi, hogy szépen ki van táblázva a két sáv, általában ahol két sáv van betorkolónak, hogy melyik sáv merre visz. Általában a szélső az első és a második kijáratot teszi lehetővé, a belső sáv pedig ugye a második, sőt a harmadik és a negyedik kijáratot teszi lehetővé. És a sávok között átjárás nincs. Így aztán neked tudnod kell, hogy melyik sávba sorolsz be, ez nem feltétlenül rossz, sok ilyen körforgalom van, ilyen kidobós körforgalom, például Érden is elég jól is működik, amióta ilyenre csinálták meg. Itt még megbonyolították azzal, hogy közlekedési lámpákat is tettek bele, és vagyunk méghozzá forgalomfüggő közlekedési lámpákat. Most ezek szerint mi itt kevesen vagyunk, ott a körforgalomban sokan vannak, és tényleg forgalomfüggő közlekedési lámpák vannak, amik figyelik, hogy melyik irányból mennyi autós próbál áthaladni, és aszerint állítják a lámpákat, illetve állítja magát a lámpa. Igen, igen, jó sokan jönnek onnan. Most egy darabig nekünk piros lesz. Itt már mi kezdünk beállni egyébként, tehát kezd feltorlódni a sor egészen a Szentendrei útig. Mögöttünk. Jó. Nem rossz, nem rossz. Szóval múlt héten egy kicsit kínlódtam emiatt, egyébként emiatt a körforgalom miatt, mert féltem ettől, hogy lámpás, amit egyébként az Egyesült Királyságban elég sokat látni, főleg a nagy és komplex körforgalmak, mert hogy lámpát is tesznek bele. Ott mondjuk azért egy hosszabb kultúrája van a körforgalmak használatának. Bár én azt tapasztaltam például Glasgow-ban, hogy ott se igazán tudják, hogy és merre kéne menni. Úgyhogy ez most látszólag elég jó lett. Múlt héten már kipróbáltam, csak sajnos a kamera nem vette föl. A múlt héten délután jöttem erre a másik irányba, és ahhoz képest, amennyit álltam itt korábban, pillanatok alatt átjutottam rajta, tehát volt egy nagyon rövid pirosam, aztán utána szépen a zöldben, belső sávból az M0-ás felől a Szentendrei út fele déli irányba, nagyszerűen ki tudtam sorolni, mindenfajta probléma nélkül. Úgyhogy ez ígéretes nagyon ez a körforgalom, remélem, hogy a forgalmat is tudja majd kezelni, ami így ez úgul, mert nyilván most kezdenek majd visszaszokni ide az emberek, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó vagy sem. Nektek meg a belső sávba szól a jogsítok, látom. Ha
ennek az új illatosítónak olyan szaga, mint hogyha szétrobbant volna egy üdítős palack az autóban, és át volna az autó a napon legalább 4 napon. Gyorsan ki fogom dobni. Na nézzük a másik irányból a körforgalmat. Hogy birkózik meg a feladattal? Ugye nekünk Békás megyer kell, tehát ez lesz a jobbik sáv. Már azért van egy kis sor, de nem olyan vészes, mint régen volt. 4 óra körül járunk, úgyhogy nagyjából jók vagyunk. Olyan igazi csúcsforgalmas, pláne hogy péntek van, tehát 2-től kezdve már felélénkül a forgalom errefele. De nézzük, meddig enged minket, mert itt most ennek az autómennyiségnek le kéne menni. Neked meg nyomnod kéne, Karina. Ki ne sodródjunk. És ennyi. By the way, tudtátok, hogy gomsüveg sornak hívják ezt a gyönyörűséges fekvőrendőrnő sort? Mert mi úgy hívtuk mindig is, hogy fekvőrendőrnő vagy. Hogy hívták még? Demszkibogyó, azaz. De valójában ennek a neve gömsüveg sor. Na hát ilyen lett ez a gyönyörűséges körforgalom. Szerintem nagyjából 5 perccel hamarabb túljutottunk rajta, mint a régi körforgalomba ugyanilyen forgalmi körülmények között, úgyhogy mindenképpen gratuláció a mérnököknek. Eddig bevált. Most besorulunk a körforgalomba, aztán a másodikon hip-hop le balra, és ott is lesz a hotelünk. Oda srácok, ott a Big Ben, ott meg a parlament. Ott kell. Tudom, majd megyünk a következő körben, bocsánat. Egy perc és kint is vagyunk. Ó, srácok, a Big Ben, parlament. Srácok! Tudjuk, Big Ben! Parlament. Ez kézbeszarás! Nem lehet kijutni! Ez nem lehet igaz!